Petőfi Irodalmi Múzeum Kassák Múzeumában vagyunk, és a Hevesi Iván a Tiszta Fényképzelőség című kiállításán vagyunk most éppen. Hevesi Iván az egyik legnagyobb művészeti polihisztor a két világháború között Magyarországon. Bán András ötölte ki ezt a kiállítást, és Bán András keresett meg engem tavaly nyáron, hogy dolgozzunk együtt a Hevesi Iván fotográfiai életművének a bemutatásán. És voltak éppen a koncepció dióhéjban annyi, hogy én kaptam meg a Hevesi Iván modernizmusát, tehát a 30-as évekbeli, 30-as években történt fotográfiai gondolkodását, a Bán András pedig az 57 és a Hevesi Iván halála közötti időszakot dolgozta föl. Ugye Hevesi Iván élettörténete azért nem ennyire egyszerű, tehát 1930-ig végig zongorázott szinte mindent az avantgárd művészeti izmusoktól kezdve a néma film elméletén és történetén keresztül, míg nem 1930-ban kiukadt a fotográfiánál, és hát gyakorlatilag rávetette a tekintetét, ráfókuszált erre a médiumra. Magyarországon valószínűleg elsőként kitartóan és konzekvensen vizsgálta a médiumot, és írta az elméletét és a kritikáit róla. Mellette párhuzamosan fényképeket is készített, és ugye ezek a képek, amik itt láthatóak, többnyire a téziseinek az illusztrálására jöttek létre. Tehát, hogy kvázi bizonyításként készítette ezeket a felvételeket az elméletének az alátámasztásául. A nemzetközi modern fotográfia festészet ellenességé helyett ő mindig a festészet felől közelített. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt antipiktorialista, mert az volt. Viszont meggyőződése volt az, hogy a fotográfusnak nem a valóságban kell felfedeznie a látványt, hanem rendelkeznie kell előzetesen, hogy mit akar megteremteni, és azt a valóságban kell megtalálnia. Tehát ez egy fontos eltérés, és egy nagyon markáns jellegzetessége a Hevesinek.